Van olyan, aki az utcáról érkezett, tehát hajléktalan volt korábban. Effektív úgy jött, hogy nem volt egy zoknia, vagy egy fogkefélye. Van, aki javító nevelőből, ott a bíró megváltoztatta a döntését, és azt mondta, hogy oké, nem kell a három év letöltendőt meghúzom, hogy utolsó egy évet ebben a művészi projektben töltheted. Akik ilyen helyen nevelkednek, azok tényleg iszonyatosan nehéz hátránnyal kerülnek ki a való életben, és csak a fejüket fogják, hogy miként, hogyan, merre tovább. Akkor most csak a dobolás? Most csak a dobolás? Mindenkinek másféleképpen jó, meg más hányada jó ebben a képzésben igazából. Nekem például azért jó, mert ugye, hogy ilyen színházas környezetben vagyok, meg olyan emberekkel találkozok, meg azt csinálom, hát szinte 7 napból 5-ször, amit szeretek, ami igazán én vagyok. És van, akinek meg azért jó, mert most le tudott így úgymond egy évre így csendesülni magába, hogy akkor eldöntse, hogy akkor mit is akar a továbbiakban. Leginkább az önismeret miatt jöttem ide. Másfél évvel ezelőtt összeomlott állapotba kerültem, minden, hogyan mentálisan, fizikailag. Bejártam pszichiátriát, találkezve kríziskezelő központokat, hajléktalan szállókat és utcákat. Az itteni képzés pont olyan lehetőséget ad, aminek a végeztével remélhetőleg pályára fog tudni állni. Hatalmas szerencséjük van, exkluzív túrán vehetnek részt, ahol betekintést nyerhetnek a fényes és leleményes Odysseus életébe, a fia személyes perspektívájából! Ez csodálatos. Nem ismerem őt. Utoljára, amikor láttam, 8 hónapos voltam. Meg akarom tudni, ki ő, hol van, vagy van-e bármi közünk egymáshoz. És akkor most végigjárja az útját? Csak amíg megtalálom az enyémet. Akikben egy gyerek megbízik, és ő a cserben hagy egy gyereket, az nem valami. Ezek megint lelkileg tipossák csak a gyereket. Nyilván az emberekben még mindig él egy ilyen sztereotípia, hogy hát aki állam gondozott vagy hasonló, az majd nem érhet el annyit, mint egy átlagos családban felnőtt. De hogy én soha nem éreztem magam attól kevesebbnek, vagy többnek, vagy semmi, hogy én állami gondoskodásban nőttem fel. Közös szerepek is vannak, például amikor hajókázunk, akkor azt mindenki együtt csinálja, akkor mondjuk hajók vagyunk. Ugye mindig ez változik, hogy kik vagyunk, de szerintem ezt a nézőkre bízzuk azt, hogy fejtsék meg azt, hogy kik vagyunk, és mik vagyunk, és honnan vagyunk, és merről vagyunk, és hol tartunk.